Marosvásárhelyi Sportegyesület, most már lassan 2,5 éve, mint a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia alközpontja. 4 alapító taggal, a 4 alapító tag és 16 edző dolgozik jelenleg a klubunkban. 350 gyerek rúgja a labdát itt a klubunkban. 2 vidéki alközpontunk is van, ahol saját edzőink tartják az edzéseket, Mezőpanitba és Maroskeresztúron. Marosvásárhelyen óriási lehetőség azért, hogy ezek a gyerekek meg tudják mutatni, hogy mit tudnak, hogy tudnak fejlődni, és itt Marosvásárhelyen tudnak igazán focistává válni, és a nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek, azok akár Csíkszeredában, vagy akár Magyarországon folytathassák a további pályafutásukat. Folyton bővülünk, 2 műfős pályán mennek az edzések, a Székely Labdarúgó Akadémia jó voltából. Az idén reméljük, hogy megépül a stadionunk füves pályával, és továbbra is várjuk azokat a gyerekeket, akik igazán a fociba itthon el akarják érni azt, hogy jók legyenek. A jövőkép az igazából már a tavaly elkezdődött, az, hogy 3 korosztályunk az országos bajnokságba focizik, ami Marosvásárhelynek egy előrelépés. Felnőtt csapatunk van, aki a 4. ligás bajnokságba éllovas. Nagyon reméljük, hogy az idén meglépjük a 3. ligát, és 2 éves kifutással már 2. ligával lesz Marosvásárhelynek egy csapata, ami remélem, hogy nem lesz más, mint a Marosvásárhelyese. Nagyon jó az akadémia, mert végre itthon vagyunk, van egy székhelyünk, pályákkal, mindig megvan a pozíció, amikor edzhetünk, és ez nagyon fontos, mert mindig lehetőségünk van edzeni és edzéseket tartani. Nemzetközi tornákon veszünk részt, ami nagyon fontos, mert meg tudjuk méretetni magunkat külföldi csapatok ellen, és tudunk tanulni tőlük. Nagyon jó dolog az, hogy megépült ez a 2 pálya, és így lehetőségünk van nagyon jó körülmények között dolgozni a gyerekekkel. Ez már látszik szerintem nem az eredményességben, ott még van mit dolgozunk, viszont már látszik a gyerekek hozzáállásán, másképp jönnek edzésre, más jövőképet látnak maguk előtt csak ezzel a 2 pályával, és reméljük, hogy a közeljövőben meg lesz a többi is, ami be volt tervezve. Mindenképp egy csapatsport az előnyt jelent szerintem. Én buzdítom is a szülőket, hogy hozzák a gyerekeiket. Szerintem mindenkinek érdemes kipróbálni a focit, mert barátságokat köt, sikerélményük lesz, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy jól érzik magukat. Kifogok minden labdát, meg ki tudom cselezni a másikat. Amikor nagy leszek, focista leszek és orvos. Igen, szerintem ez egy nagyon jó lehetőség azok számára, akik szeretnének játszani. Egy nagyon jó közösség van itt, ami számomra nagyon fontos. Szinte egy másik család számomra az itteni csapat. Nagyon jók az edzők szerintem, és nagyon jókat lehet fejlődni. Szeretek nagyon focizni, nekem ez a jövő.